A Szent István Király Múzeum rendház épületében nyílt meg az 5. születésnapját ünneplő Székesfehérvári Balettszínház jelmez kiállítása. A megnyitón Cserpakovics András polgármester hitettett a városvezetés azon elképzelése mellett, hogy a művészetek kitárolkozása, nívós kulturális programok megvalósítása nagyon sokat jelent a székesfehérváriak számára is. Ez megint egy különleges kulturális együttműködés két intézményünk szakemberei között, és szerintem egy szép születésnapi ajándék is, hogyha lehet így mondani, a balettnak, illetve a balettől a városnak. Ugye kicsivel több mint 5 évvel ezelőtt most már meghoztuk azt a döntést, hogy alapítunk egy új kulturális intézményt. Valljuk be őszinte, hogy ez Magyarországon ezekben a években egyáltalán nem magától értetődő, nem is nagyon tudok ilyenről. De mi ezt a döntést hoztuk, nem is bántuk meg, sőt, és szeretnénk megmutatni, hogy itt van egy 5 éves születésnap, és az 5 éves születésnapnak különböző programjai. A Kortárs Táncszínház és a múzeum kapcsolata egy különleges tárlatban mutatkozott meg. A tradicionális múltidéző tárgyak mellett most egy ízig-vérig 21. századi gondolatokkal tervezett és megvalósított kreatív alkotásokat tekinthet meg a látogató, amelyek megerősítést jelentenek a készítőnek és a táncosnak egyaránt. A jelmez egy táncszínház esetében a táncos második bőre. Ha nem táncol vele együtt, akkor az nem jó jelmez. Miközben nyilván nem illusztrálnia kell az adott karaktert, hanem hozzá kell adjon a karakterhez, és nem tolakodó módon. Látványelemként is szolgál, de nem öncélú látványelemként. És mivel látványelem egy szenárium, ugye a szcénán szerepel, tehát a színpadkép része, ezért én azt gondoltam, hogy most, hogy 5 évesek lettünk, a múzeumban a helye. A Szent István Király Múzeum megújulása egyben tükrözi azt a jövőképet is, amely az intézmény főigazgatója számára is megerősítést jelent, hogy a város 1000 éves múltja mellett fontos, hogy mint most a Balettszínház évfordulója alkalmából rendezett különleges jelmezkiállításon, a látogatók betekintést nyerhessenek a kortárs művészet világába is. A Balettszínház viszont olyan kortárs darabokkal dolgozik, ahol a jelmez egy-egy öltözet, az akár egy műalkotásnak is tekinthető. Itt gyakorlatilag már szorosan összekapcsolódik a múzeum és a balett viszonya. Első hallása egyébként a kollégáim is megdöbbentek, hogy hát, hogy a balett hogy kerül a múzeumba, de természetesen mi kortárs darabokkal ugyanúgy foglalkozunk, mint a régmúlt elemeivel. A tárlatot november 24-ig hétfőtől vasárnapig 9 és 19 óra között látogathatják az érdeklődők. Az eseményre ingyenes a belépés, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.